Érdekes, hogy Petőfiről mindig eszébe jut valakinek valami, és mi úgy gondoltuk, hogy Petőfit tovább gondoljuk, és megszólaltatjuk a kortársait, megszólaltatjuk a mostani kortársakat is, és így építjük fel a műsorunkat. Forradalomról, szerelemről, édesanyákról, őszről, és azt gondoljuk, ez mind belefér egy műsorba. Mindezekben semmi gondot, tudod átszadnal a dal. Ilyen bajcsok nem cserélek, sok emberrel hivatal. Mindezekben semmi gondot, tudod átszadnal. Hát azt gondolom, hogy a megzenésített versek egyébként is közelebb viszik a hallgatót az irodalomhoz. Talán nem is tudják, hogy ez itt az irodalom kéz a kézben járt valamikor Balassi idejében még. Tehát ezt lehetett tudni, de azért a 19. században is voltak olyan költők, akik tudjuk, hogy milyen Zsoltár dallamra írtak adott verset. Tehát ez nem idegen dolog. Most is vannak olyan költők, akiknek a verseibe ott bujkál a zene, tehát a szabad vers az talán nem megzenésíthető, ott a gondolatok a lényeges, de itt a forma az mindenféleképpen számít, és azt gondolom, hogy elsősorban a népdalhoz közelítve vissza tudjuk adni egy-egy vers hangulatát. Közel vagyunk egy sörgyához, érzed a halálba szagot. A fontos vízes vers, elsz engem egyszer, helyen átkapod. Körömvirág együttes ezért alakult, és azt gondolom, hogy ezt következetesen végigvisszük, de minden korosztálynak játszunk, tehát óvodától a egyetemig és azon túl is, tehát 99 éves korig tematikus műsoraink vannak, és ezzel szeretnék mindenkit megszólítani. A körömvirág egyébként is gyógyír a testnek és gyógyír a léleknek, tehát ehhez tartjuk magunkat. Mindezekre semmi gondom, tudod rászad a dal. Vígan hajtok, nem cserélek, sok ember.